Tristan, to superstitious. My cats and voodoo dolls. I feel a premonition. That girl's gonna make me fall. She's them to sensations. New kicks. Na, sziasztok, én Mervin 2001 vagyok, és ez egy vadonatúj videó, ugye mostanában nagyon ritkák lettek a videók. Húsvéti event, utolsó napja, ma péntek van, és szereztem a napok során egy pár tojást, pontosabban 194-et. Ma még megteszem az utolsó kört, és akkor kinyitom a tojásokat, és remélhetőleg jön belőlük valami jó. Ezt majd megtudjuk. Úgyhogy nem is hozom tovább a szót, induljunk el igazából. Igazából összehoztam magamnak egy elég jó kis körútot, amivel eléggé hamar meg tudom tenni. A napok során ezt a taximmal csináltam, mivel ugye ingyenes a javítatása, így nem került sok pénze, de úgy gondoltam, hogy most így az utolsó körútra elhozom a Boraborát. Nem tudom igazából, hogy hány napon keresztül csináltam ezt az egészet, de volt egy pár nap, az biztos. És amíg el nem felejtem, kaptam a napokban ajándékba ezt a fegyvermester könyvet. Nem tudom mennyit ér, fogalmam sincs, bevágok róla egy képet arról, aki adta. Most így hirtelen nem jut eszembe a neve, de köszönöm szépen neki. És el is értünk az első célponthoz, ez ugye a CCT klub. Azért érdemes innen kezdeni szerintem, mivel így körbe lehet menni Los Santoson, nem pedig össze-vissza. De ezt majd meglátjátok a felgyorsított részben, ami most következik. Igazándiból itt már úgy voltam, hogy megvolt a 200 tojás, de gondoltam, hogy még kiszedem a többit is, tehát mentem tovább. Ja, és útközben felvettük még egy srácot. Igazából városházán is megszólított, de azt hittem, hogy valamit kereskedni akart, vagy ilyesmi, és elmentem, de aztán felszaladt gyalog északig, és ott találkoztunk ismét, és ott felvettem. Így már együtt megyünk locsolni. Hey, Mr. Politician, we don't apply your vision. We see the planet different, but you don't manage to listen. My team, the new entourage, no Jeremy Piven. I'm like the Fresh Prince, just minus the amphibian. So the younger generation, they feeling my pain. More than they feeling the way that you run your campaign. Sometimes I put money over making a change. I'm just trying to make some change while making a change. The preacher trying to tell me that God is the way. As he pull up in his Bentley and parks it away. These days it's getting harder and harder to stay. I take a look in my hood and they too starving to pray. I'm just thinking about the people in awful positions. Truthfully, the only thing that saved me was awesome musicians. So I put on for us. If you don't understand, we don't give a fuck. I thought I told y'all, we don't care, no. We don't give a fuck what y'all think, hey. Na és igazából el is értünk az utolsó nyuszi fülhöz. Nem tartott, ahogy látjátok, sok időt kivenni még egy ilyen lassú borával is. Ezért találtam ki már az elején, ahogy megtudtam, hogy hol vannak. Megpróbáltam tervezni egy jó kis útvonalat, ami minél rövidebb legyen. És ne kövess a többi játékost, mivel ilyenkor káosz történik, ugyebár. Ez össze is jött nekem. És ilyen. Úgyhogy mindjárt megnézzük, hogy hány tojásunk lett összesen, és kinyitjuk őket. Csak visszaviszom a srácot a Los Santosba. Úgyhogy addig pillanat.
Na, leraktuk a srácot, elmegyek a garázsom elé, és akkor kinyitjuk. Igazából nagyon nincsenek nagy elvárásaim, tehát nem mindenki olyan szerencsés, mint Perikém, aki nem tudom, két kés nyitott meg még valami mesterkönyveket, 110 vagy valami ilyesmi tojásból, szóval ja. Én őszintén szerintem egy mesterkönyvet fogok nyitni ebből az egészből, és nem többet, de ezt majd meglátjuk most. Kiszállunk a kocsiból, összesztekeljük a tojásokat. És így összesen 204 darab tojásunk van. Hú. Nem tudom, van hely a csomagtartóban? Van hely, igen, akkor a csomagtartóba rakjuk azokat a cuccokat, ami nem kell. És ha jól értettem, egy ilyen 4 kg cuccot hordhatok. Nem tudom, hogy mennyi a hány kilogramm a legnehezebb cucc benne, de nem akarok rizikózni, tehát jó. Lerakom ide, és akkor nyitogatjuk, nem tudom, jobb klikkel kell. Igen. Elkezdtük nyitogatni, az esélyt tákó. Hamburger. Jaj. El is felejtettem, hogy illegál cuccokat lehet ebből nyitni, és én legális frak is vagyok. Ez egy nagyon érdekes cucc lesz. De ez biztos, hogy lesz kajánk. Elég sok ideig. Oké, ezeket most lepakolom. Tényleg félek, hogy jön valami nagyon súlyos dolog, és akkor nem fog nálam elférni. De azért jó lenne, hogyha nyitnék valami jót szerintem. Elvileg a ravasz az sokat ér, szóval... Lefűrészelt sörétes. Megnézem a végén, hogy mennyit ér. Ezt lerakom ide. Gyógyszer. Jó. A tökéletes sonka receptje. Eddig jobb, mint gondoltam. PP-snek, ezt elrakom, nem tudom valakinek. Egy hifim. Oké, okay, pakoljuk ezeket le most már. Lepakolom ezeket is. Ugye azért legyen egy összegzés, hogy kb. Mit nyitottunk. Ez egy tár, azt hittem, hogy egy ravasz, de. Sok az illegál, amit nyitunk. Markolat. Remélem ezek sokat érnek, de valahogy el kell majd passzolnom is ezeket, szóval ja, érdekes lesz. Még maradt 170 tojásunk, gyerekek, és eddig őszintén meg vagyok elégedve. Tehát nem gondoltam volna, hogy ilyen jó cuccokat fogok az egészből nyitni. Illegál, illegál, kaja, kaja, hifi. Hifi. Oké, lepakolom. Bocs, hogy ennyiszer lepakolom, gondolom nagyon idegesítő lehet most nektek, lehet jobban tudjátok a dolgokat, mint én, de egyszerűen nem akarok rizikózni. Mondjuk nem is egy ilyen publikus helyen kéne nyitni ezeket. Igazi piros tojás, ezt azt hiszem el lehet adni, de lehet megtartom kabalaként. Ó, taktikai sörétes puska. Igen, ilyet vettem a tegnap 35 ezer dollárba, nem tudom, hogyha megérted, de szerintem olcsó volt. És fel fog menni az ára, szóval ez most így elég jól jött. Legalább most már van kettő. Oké, lepakolom ezeket is. Oké, igazából úgy döntöttem, hogy közelebb parkolok a szemeteshez. Hát ez így nem jó. De... El kellett volna nyomnom a kajákat, nem gondoltam volna, nem gondoltam vele abba, hogy ilyen hamar betelik az inventory. De... Na. Ilyen vagyok én. Most, hogy így közelebb jöttünk, ezeket előre is kidobjuk. Oké, okay, akkor most nyitom tovább, szerintem. Hamburger, hamburger, kaja, kaja, kaja. Nem tudom, ennyi illegállal mit fogok kezdeni, de meglátom. Oké, akkor kajákat kidobom. Nem megy ez nekem még. Nem, szintén eddig nem nagyon izgattak az ilyen eventek, mert Halloween event, meg Mikulás sorra kellett állni, de ez most viszont egy kicsit izgalmasabb, szerintem. Legalább most kaptunk ilyen izét. Helyi dobozt a kocsiba, mert eddig nem volt. Ezt is berakom. Jó.
Még van a 134 tojásunk, s eddig jött két. Csak mondani kellett, hogy jött kettő, és most jött a harmadik. Vadászmester, lövész, puska, fegyvermester. Jó, igazából kíváncsi vagyok, hogy mennyibe mennek, mert így rá lehet szólni, úgyhogy nem értek el. Azért... és jött még egy. Srácok. Jó. Örülök ezeknek a fegyvermestereknek, viszont ki kéne deríteni az árukat is, mert így mondom, nem tudom megmondani, mennyit érnek. Nem tudom megmondani, mennyi profit jött az egészből. Inkább lepakolom és nem tudom, majd utána kérdek. És nyitjuk is tovább. Jött még egy fegyvermester, most már MP5 fegyvermester jött hozzánk. Nem tudom, nem tudom, hogyha örüljek vagy sem, mert tudom, hogy most nagyon lent van az áruk, az tény. De hogy mennyit érnek, fogalmam sincs. Közben itt befagytam, mindegy. Nyitni ezekből. Hát már most mennyi cucc jött? Nem rossz, nem rossz. Még maradt 106 tojásunk, tehát alig járunk a felénél. És jött egy ravasz, ami nagyon sokat ér. Ezt tudom, hogy sokat ér. Ez... azt mondták nekem, hogy valami 15 ezer dollár ér ravasz. Szóval ennek örülök. Oké. Okay. Oké, okay, akkor kaját ezt eldobjuk. Szerintem az lesz, hogy bemegyek a garázsomba és ott fogom folytatni. Mert ez a kocsi, ez mindjárt be fog telni. Az a baj, ez a sok kaj, ez jó meg minden. Érted, csak túl sok van belőle. Most képzeld el, hogy hozzám jönne egy rendőrkocsi és megállítana. Nem lenne a legjobb. Oké, okay, ez betelt, úgyhogy bemegyek a garázsomba és ott fogom folytatni. Mert egy csomagtartót már megtöltöttem. És ugye szépen az nekem nincs. Nem tudom, mik vannak a Supra-nak a csomagtartójában. Ó, ide fél bőven cucc. Jó. Akkor ezeket ide bepakoljuk előre is. Bepakolom most ezt a két mesterkönyvet is, hogy tudjak több mindent nyitni. És akkor folytatjuk. És még egy... de ez ilyen sok zét dob, ilyen könyvet. Nem hiszem el. Mondjuk tökre örülök ennek. Ez egy kicsit laggol a szerú. Gondolom megerőltető, hogy ennyi mindent nyitok egyszerre. Jött megint egy PP-snek, és rengeteg fegyveralkatrész. Oké, okay, hifink az lesz elég, az biztos. Kajákat megint elnyomjuk. Túl sok kaja. Tehát ezeket a kajákat inkább ki lehetne venni, legalább legyen az, hogy nem kap semmit. Csak dolgot csinálnak nekem. Oké, okay, és elértünk az utolsó 58 tojáshoz. Speciális locsoló kölni, ezt is el lehet adni, ennek örülök. Lehet megtartani ezt is kabalaként. Kaptunk egy kólát, ezt mondjuk megtartom. Oké. Okay. Akkor megint elnyomhatom a kajákat. Nagyon unalmas videó lesz ez szerintem így. Nem baj, nem baj. Nekem izgalmas, ez a lényeg. Oké, okay, és eljutottunk az utolsó 27 tojáshoz. 27 a szerencse számom, hogy... ha még emlékeztek erre. És lássuk, hogy jön ebből valami jó. Örülnék most nagyon egy valami skines fegyvernek, vagy valami hasonlók, mert tudom, hogy azok sokat érnek. És még egy ravasz, és az utolsó tojás, dob valami jót. Ah, jó. Jó, igazából egy kis rendet teszek a csomagtartókba, és akkor visszatérek. Csak hogy
lehessen látni ezt az egészet, úgyhogy kérek egy kis pillanatot. Pillanat. Nos és most összeszedtem mindent. Tehát így már egy kicsit átláthatóbbak a cuccok. Itt van így az illegál része az egésznek, amit meg kéne szabadulnom. Elég gyorsan. Itt vannak a fegyvermesterek, amiket meg fogok tartani, mert fel fog menni ugye az áruk. A piros tojást és a speciális locsoló környét szerintem le fogom adni, mert úgyis lesz egy csomó embernek, ugyanúgy a tökéletes sonka receptjét. És meg fog maradni, és jövőben új ismét lesz Szevent, és ugyanezek a cuccok. Összességben, hogyha megéri, nem tudom. Mert nekem volt 200 tojásom, és hogyha 3000 darab áron veszük, akkor az 600.000 dollár. Attól függ, hogy mennyit érnek ezek a fegyvermesterek. Mert hogyha többet, mint 100.000 a darabja, akkor persze pluszba jövünk ki, mert még ott vannak a fegyveralkatrészek. Nem tudok így rámondani egy árat, én nem tudom. Egyszer csak kiderül, lehet majd lesz róla a videó, hogy eladom a cuccokat. Viszont ezektől a fegyveralkat részektől meg kell szabadulnom. De, ja. Úgyhogy összességben szerintem ez a videó ez ennyi is lett volna, mert más nincs, amit bemutatnom. Úgyhogy, ha nektek tetszett, akkor szokásos, dobjatok egy lájkot. Iratkozzatok fel. Azt csináltok igazából, amit akartok, ezek csak ilyen kis apró tippek. Nem muszáj rám hallgatni. És ha még több videót szeretnétek, akkor ezt jelezzétek, mert amint mondtam többször is, én szívesebben csinálnék, csak látom, hogy sokkal nagyobb az érdeklődés a streamek iránt, ezért csinálok streameket gyakrabban. Úgyhogy én Mervin2001 voltam, sziasztok!